Hello, sziasztok, ez itt Kerberus, és egy kicsit előbb jelentkezem, mint azt várhattátok, vagy vártam jó magam is. Nem könnyű, de hát szembe kell nézni a dolgokkal akkor is, hogyha fáj. Úgyhogy akkor esünk túl rajta alapon. Ugye az elmúlt pár nap ez az event jegyében telt. A kis videóban láthattátok, hogy milyen alapanyagokkal, milyen készlettel rendelkeztem az event kezdetekor, és ugye megpróbáltam top szintekre törni. Ez részint sikerült, részint nem, legalábbis nem egészen úgy, ahogy elképzeltem. Megmutatom nektek, hogy mire jutottam, és hogy mivel lettem okosabb, ennyiről be tudok ugye számolni. Sokan követték is nyomon a pályafutásomat, ezért sok-sok köszönet, tényleg nagyon rendesek vagytok, nagyon sokan jeleztek, hogy szurkolnak, szorítanak. És ezt nagyon-nagyon köszönöm. Mint láthatjátok, 11. helyen állok, ami valószínűleg a legszomorúbb ebben a szituációban. Ugyanis az első helyes Kaimboy 670 ezeres pontját nem tudom, hogy hogyan lehet megugrani. Talán elméletileg megmagyarázható, de gyakorlatban ehhez 10-szer kell a tökéletes tábla. Az teljesen bizonyos. Amikor tegnap végig 7.-8. hely környékén álltam, aztán lefekvéskor 9-10 felkeltem hajnal 6-kor, nem igazán aludtam jól, és most sem vagyok túl jól, hogy őszinte legyek, szóval ez eléggé megterhelő ez a dolog idegileg, mivel nagyon sokat jelentett. És ugye úgy keltem fel, hogy 11.-ként 640 Andrei pontja körüli érték, ez alatt voltam valamivel 643 ezer valamennyi. És már ugye kifogytam harci eszközökből, de úgy voltam, hogy ezt még tudom most már, hogy meg tudom lépni azt a plusz 2-3 ezer pontot. Ezért azt csináltam, hogy játékon belül ugye vettem pénzért, egy pár euróért azt a plusz 1-2 darab fejzét és bombát. És még volt 4 World flaskám. És a Stage 3, harmadik pályám, ami 50 ezer valamennyi ponton volt, 5-6 flaska előttével sikerült egy elég jó táblát valaki hoznom, az 53.802-t. Ezzel használtam el az összes, végül is az összes harci eszközömet, és úgy voltam vele, hogy remélhetőleg ez most már marad. Ugyanis uklapak előzött be az éjszaka alatt, és akkor így voltam 9. helyezett, és nem sokkal rá visszaaludtam, látom, hogy Ale, aki most 5., és Keridok is bejött a top 10-be, úgyhogy ismét kiszorultam, 11. vagyok. Az a különbséggel, hogy most se World flaskám, energiám nincsen, se pedig harci eszközeim, úgyhogy kénytelen vagyok beletörődni a 11. helybe. Nem szándékozok túl hosszú videót csinálni, most egy icipici, azt hiszem, regenerálódásra van szükségem. A lényeget mondom, ugye láthatjátok, 646 ezer ponton van. Reálisan még ezt fel tudnám dolgozni mondjuk egy 650-651 ezerig. Abban az esetben, hogyha rendelkeznék a mostani event tapasztalatával, és ismét meglennének azok a harci eszközök, amik már nincsenek, és akkor ez beleférhetne a top 10-be. De igazából most már sajnos nem fogom tudni. Érdekességként mutatom nektek, ez tegnap a Mystic Vision dobott egy gyűrűt, legalább ennyi kis örömöm
származott Mystic Visionből, hogy ugye fél évvel ezelőtt ez volt az a az volt az a, ez volt a Warfloor top első helyezettje. Most ha látjátok, szinte a top 10 játékosnak ugyanennyi pontja van. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény a mezőny, elképesztő. Most már azt mondom, hogy ez a 651 reális, ezt nagyjából én is képes lennék megcsinálni, de láthatjátok, fél év eltelt, és most már 670 ezer, amit meg kell ugorni. Úgyhogy azért mondom, hogy részint win, részint szomorúság. Azt hiszem, hogy fogok majd bővebben beszélni arról, hogy akkor hogyan is kell ezeket a pontokat elképzelni, és tényleg kifejtem, hogy hát minden mostani tapasztalatomat, amit sikerült megszereznem ezzel az eventtel, az event kapcsán. Ugye, hogyha fórumot olvastátok, akkor láthattátok, hogy bevallottam töredelmesen. Egy gyenge pontomban nem bírtam várni, úgyhogy a hónapok óta gyűjtögetett gemjémet elhasználtam, hát dobja pár ducat, és lekerül egy kicsit a stressz. Nem dobta, sőt egy 5 csillagosat se dobott, nagyjából 40-50 pullnál tartatok, szerencsére. Csak ennél az egy alkalomnál szokott elmenni, ennyire az eszem. Úgyhogy még volt egy harci csomag, ami most így karácsony közelettével amúgy is, igazából én még a feleségemtől se kértem más tök gemet, és majd be fogok fektetni karácsonyra. Hát tényleg nem kérek, úgy gondolom, hogy semmit, nincs szükségem. Úgyhogy megvettem a harci csomagot, és még egy utolsó 10-es pult tolunk, de már nem számítok igazából semmi jóra, akkor nagy csalódás, csalódottság nem érhet. Szóval nézzük, mit dob. Pár ducra vessünk egy utolsó pillantást. Ugye Falconból sikerült beszereznem még egyet, Sakálból pont be ez a 7., amim van Rigárd. És érdekességként eddig már az Atlantis pulljaimat is felhasználtam, amit arra szántam, és ebből az 50-60 pullból se lett meg a hónap hőse sem, úgyhogy ha ez így marad, akkor Zimkittól elbúcsúzom, és valószínűleg Kongot fogom felhúzni. Szóval ez az utolsó 10 pullom, amit az eseményre szántam, ha csak nem jön valami különleges ajánlat, és már pedig biztos nem fog jönni, mert 7,5 óra maradt az esemény végezetéig. Akkor ezzel búcsúzom, majd esetleg kifejtem, hogy miért jelentett ennyit, vagy miért jelentett volna ilyen sokat ez a... Miután láttam, hogy top első helyzet nem leszek, akkor a top 10. Nek van ugyanis egy története, egy eléggé személyes története, úgyhogy... ja, igen, ezt most egy kicsit így fel kell dolgozni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a támogatást, igen, jó fejek vagytok. És egy kis pihenő után találkozunk újra. Sziasztok!